A Nyírség Hajdúság felé tekintő peremén fekszik Újfehértó, jelenleg több mint 13 ezren laknak a településen. Ez az épület egykor kaszinó volt, mellette van a katolikus templom, ez pedig az 1905-re felépült városháza. Itt tartották csütörtökön a városnapi ünnepséget, a polgármester kiemelte, Újfehértót kétszer is várossá avatták. 1836-ban 5. Ferdinánd magyar király, aki első Ferdinánd osztrák császár volt, és így írta alá a várossá nyilvánító okiratot. Ez gyakorlatilag a későbbiek sem, az 1870-es években megszűnt, viszont 1992-ben Göncz Árpád köztársasági elnök úr újbóli városi címet adományozott a településnek. Ez a mostani, a 180. évfordulója az első várossá nyilvánításunknak. Az ünnepségen a városháza előtt egy üvegmozaikot avattak fel, a köztéri műalkotás a település pajzs alakú címerét ábrázolja, de nem csak ezt adták át, hanem a 49-12-es út újfehértói belvárosi szakaszát is. Az ünnepségen Simon Miklós országgyűlési képviselő kiemelte, több évtizedes és balesetveszélyes problémát szüntetett meg az út korszerűsítése. Kormánydöntéssel az első 6 kilométeres szakaszt sikerült rendbe tenni. Köszönet a Magyar Közútkezelő KHT-nak a nagy segítségért. 825 millió forintból sikerült 6 kilométert a város belterületének főútját rendbe tenni. Az Újfehértót Nagykálóval összekötő út felújításának második ütemét is elkezdték. Ezen a képen jól látható, hogy a régi aszfaltra új burkolat kerül. Autóba ültünk, hogy megnézzük, hogyan halad a 49-12-es útnak a felújítása. A munkálatok már zajlanak, körülbelül 3-4 hónapig tartanak még. Tényleg ráfér az útra a felújítás, kátyús, zögykölődős, balesetveszélyes jelenleg az útszakasz. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a közeljövőben több mint 45 kilométer útszakasz újul meg összesen 5,4 milliárd forint értékben.